Karban tartó Géza? Duen Bandi. Karbantartó Géza. Duen Bandi. Aztán, hogy ilyen van. Hát Jézus, várj. Jó régen. Ez basszus. Nézd meg. Nézd, egy kicsit lőtt, de... Igen. Ez ugyanaz. Igen. Hát ez a Duel Matrica, ez 2002-ig volt. Homológ, utána már az, ami hátul van. Hát akkor, jó, de ez előtte lett jó feltéve. Ez az első. Igen. Jézus. Taposók is ugyanazok. Jézus, de minden kézifék is. Ez volt ez? Nem, az nem, ez most ez. Modern? Igen, ez egy új technika. De melyik pont? De mindegy. Nem tudom, ez ilyen volt otthon. Övek azok, cső az, csavaros cső, még Maticsé volt, utána Szajkié, még Kulcsé is volt. Azt a mindenit. Minden ugyanaz. Jézus, de jó. A motort, mindent. Figyelj, ez, amúgy az az előző videó, ez a karbantartó Gézás, ez 2004-es. Ez 19 éve volt, de már hamarabb is beraktunk kamerát a kocsiba, mert volt. Már hamarabb ilyen szlalomok. Egerbe is, szlalom. Igen, sok helyen, igen. Mindenhol, de jó. Akkor kezdtük. Van ilyen srácok, de jó, és itt van karbantartó Géza. A Kalbanter Gézának hívják, na. Igen. Egyezőt a Kalbanter. De jó a Kalban, jó, mindegy. De Kalbanter Géza... Hát téged se bandiznak. Nem, senki. Nem is hallgatok el, csak te. Igen. Neked hallgatok. Igen, köszönöm. És Gézu, mi történt az elmúlt 19 évben? Hát mikor abban maradt a szlalomozás meg a csúszkálás, akkor elkezdődött a drift egy Nissannal, amit Hadik épített. És azt látjuk azt a Nissant, ugye? Az igen, Chavez egy-két bajnokságot, ha megnyert vele. Most nem tudom, megy az idén, de... Nem, várja, azt nem azt adta el, nem az a vadmagyar féle? Nem tudom. És akkor utána csak abban maradt minden, de ez ott állt, ez a zsiguli úgy, ahogy volt. De hogy ez Balázsbárt, mert... Persze, ez minden ugyanaz, és nem akarok hozzányúlni. Így kikopott ajtókárpit, ilyen csavarok, én ezt meghagyom így. Én ezt mindent így hagyok. A cigánynak a tükör. Ja igen, azt a cigirészinges. Cigirészinges tükör, még ezt őtől levettem, mint az első overallomat Higgins is őtől System levettem. Matrica. Rajta, Duen Matrica van rajta. Várja, Higgins System, azt mondjuk már. Higany. Hogy az miért lett Higgins? Hát gondolom, mert úgy ült a motoron régen, amikor motorozott, mint Higany, tudod, ilyen egyenesen, mint a hőmérő, és azért. Na de utána hogy lett abból Higgins? Hát nem is tudom, azt nem tudom. De én tudom, valami izé volt, hogy kitaláltad, hogy ilyen svéd. Ja igen, mert valakinek a szerelője volt Higgins, ilyen svédnek, és akkor ő is Higgins lett, mert ő is szerelte akkor Szajkinak. Igen, így lett Higgins. Szisztematika. Igen. És a szisztem az meg Rákosító. Igen. Rákosi szisztem, Higgins szisztem, így lett. Hát ez nagyon kemény. Na szóval tovább, hogy drifteltél, aztán ezt meguntad, vagy mi lett azzal? Hát ott már nem bírtam anyagilag követni azt, amit ott kellett csinálni, és akkor tehát az nekem másokba kell. Azért valljuk be, bocsánat, hogy tehát az első drift versenyen Kecskeméten, ott ezzel... Hogyne, 2006-ban talán. Igen, az, hát Hockenheimbe is mentem én ezzel a zsigulival. Rendben volt minden, csak annyira fejlődött mások technikája, hogy ezzel már nem bírtam labdába rúgni, de már a Nissannal sem. És akkor én azt mondtam, hogy itt vége mindennek, de most újra itt vagyok. És ez nem csak egy most. Amúgy most így megmutatom, a Leda találkozónk vagyunk. Rám írtál, hogy jönnél ide, hogy szerintem, és mondtam, hogy szerintem itt a helyed is. Hát el fogok jönni most már egy-két ilyen találkozókra. Jó lesz én szerintem, hogyha lehet, akkor majd még megpróbálom, hogy tudok-e forogni, de gondolom tudok. Szerintem lehet, hogy tudsz. Megnézem majd mindjárt. Majd rakok ki, körbe tudsz autózni, volt már ilyen. Körbe tudlak, ha nem mozogsz, jó van, oké, nem ütlek el, meg majd figyelek rá. Jó közel megyek a lökhelytől, közel-messze, úgy, hogy régen csinálgattam. Megpróbálom ugyanúgy. Jaj, de jó, és akkor találkozunk. A júliusban? Mária Pócson, igen, oda is fogok menni, meg akkor mondtál valamit, augusztus, igen. Igen, Soltvet kertet. Igen, fogok, el fogok menni. És Mária Pócs, azt mondtad, hogy most bejáratos a kocsi, hát az előbb már kicsit bejáratom. Csak egy finoman járatom. Igen. Láttam, hogy megfelelő, mondtam, hogy hozzá sok gumit, de azt mondtad, hogy nem, mert bejáratos. Mert te egy téli gumiszettet hoztál, de az elég lesz. Igen, úgy gondolom, annyit megyek vele. Gyerekek, Géza 01. Azt mondanák neki, hogy mennyibe került a rendszám? 2000?
egybe. Én tudom, hogy mennyibe került nekem 3 éve. Hát nem szerintem nekem, ez ilyen 90 ezer forint lehetett talán, azt hiszem, de nagyon sok volt akkor a 90 ezer forint. Hát tudom, hát nem is volt sok autónak, mindenki meglepődött, nem hogy egy Ladán, az mindenki azt hitt, hogy ez kamus. Igen, de nem, ez eredeti de most, volt, igen. Ennek nincsen papírja már, vagy hát... Nem, nincs, ez most ki van a forgalomból, de vissza lehetne papírozni, de nem is lehet, mert ugye ezen nincs homológ semmi, ez nem lehet. Vannak rajta elektrik. De nézzék, ilyen technikákat annak idején, ez jó volt akkor, de most persze. Is, hát most... Minden jó. Mit mondtuk, hogy milyen színű ez? Traktor? Kalapács. Kalapácslak. Tökéletesnek találom. Az? Minden jó. De jó. Az mit csinál az? Duda. De az izé, Ikarus, az Ikarus ajtó. Valami, az nem az, így Duda. Az Ikarus ajtó. Az. Hogyha megnyomom. Akkor szó. Jó. Jézus, de jó. Na hát, Kalbander Géza visszajött, srácok. Hát aki... nem visszajött, jövök jelen. Az a kemény, hogy beszéltük, hogy nekem a kamerám, az első kamerám, ez most talán 4K-ba vesz, de hogy az első az olyan volt, hogy a állványon egy GVC kamera volt, VHC, kazettára vett, és egy háromlábú állványon volt ide gyors kötözőzve. Hát ahhoz képest egy kicsit más, nem most pont egy fél pillanatig tartott ezt fölrakni, de meg itt tartom a kezemben is kész. Igen, akkor szereltük egy órát bele biztos. Igen, és nem voltunk bele biztosak, hogy így fölrakodsz, vagy végig. Figyelj, guruljunk le, hogy jöjjenek ide mások, és akkor berakok egy másik kamerát, hogy látszódjon, hogy mi történik. Jó, és akkor egy kicsit forgunk, egy ebben addig melegítem a motort. Jó. Közben indítom. Felugrik a hátulja, van olyan, amúgy ilyen. Majd akkor beültetünk magunk mellé valakit, aki még nem ült ilyenbe, és akkor jövök ide vissza egyet. Még forom, te meg akkor fölvesz majd. Igen. De most egy másik kamerát? Igen, oda menjünk oda vissza egyet. Igen, ide állok mellé, vagy vele szembe beállok. Igen, vigyázz vele, nehogy megkapjon. Hozd a kamerát, megyünk forogni, gyere, jó. Addig melegítek. Hogy vagyok? Álljál egy helyben. Rendi. Hogy? Egy helyben? Egy helyben. Rendben. Középen. A gyere, itt szara, jó. Itt szara, itt jó. Nem bírod elolvasni, melyik a ventilátor? Nem bírom, mert nem jól látok. Gyújtás!